Ray. Sziasztok, Tolnai Klárának hívnak. 30 éves vagyok, és színésznőként dolgozom. Mellette énekelek, és írok saját dalszövegeket is. You went back to what you knew. So far... Az alkotás nekem már gyerekkorom óta létszükségletem volt, szóval folyamatosan naplókat írtam, verseket, dalszövegeket. Emlékszem, hogy amikor 9 éves voltam, akkor apukám vett egy kamerát azért, hogy felvegyük a karácsonyokat, meg a születésnapokat. De hát mi a legkevesebb esetben használtuk erre. Először elkezdtünk híradókat felvenni, utána pedig a kedvenc meséinket, meg filmjeinket eljátszottuk a barátaimmal, a testvéremmel, és aztán pedig elkezdtünk saját sztorikat kitalálni. Készítettünk saját dalokat is. Volt egy ilyen nagyon régi szintetizátorunk. Azokkal így pötyögtünk valamit, és akkor vagy arra írtunk dalt, vagy pedig a számítógépes játékoknak a zenére. És azt általában előadtuk, mindig csináltunk egy ilyen koncertet otthon, a szobában, amit aztán felvettünk. Szóval itt van az a kis birodalom, ahol én rengeteg időt szoktam eltölteni. Idejövök is olyan érzésem van, hogy mindent letehetek. Az első zenei élményem az a Deák Ferenc téren volt. Egy nagyon nagy szabadságot adott nekem az, hogy tényleg az ember, hogyha akar, akkor foghatja magát, és bármikor zenélhet. Egy ilyen igazi örömzenélés volt. És nagyon érdekes az, amikor bizonyos emberek állnak meg, és bizonyos emberekből vált ki valamit az, hogy éppen akkor játszol. És most jutottam el arra a szintre, hogy szeretnék még jobban elmélyedni a zenélésben, a szövegírásban, és szeretném most már hangszerelve minden estül befejezni a dalokat, és megmutatni majd őket. Úgyhogy én most ebben a folyamatban vagyok, és nekem ez egy nagyon új dolog kezdete, hogy nem csak arról mesélek, amit mások megírtak, hanem azt is elmondhatom, vagy elénekelhetem, ami a saját gondolatom. Szóval ez egy tényleg egy tök szép utazás lehet, és nagyon izgulok, tényleg, de most már nagyon várom, és azt érzem, hogy kész vagyok rá.